Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Abban az időben Jézus Jerikó városában haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította, Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban oda állt az Úr elé és így szólt, nézd, Uram! Vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus kijelentette, ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Kedves tévénézők, kedves testvérek, a kegyelem ereje bele tud kapcsolni minket abba a körforgásban, ahol az Isten lelke működik. Bele tudunk kapaszkodni a kegyelemben, az Isten segítségében, és ott van, hogy mekkora ereje van a bűnbánatnak. De ha megnézzük, és egy picit mélyebben akarunk ebből az evangéliumból megérteni dolgokat, akkor észre kell vegyük, hogy az emberekben ott van a jó szándék valahol elrejtve, valahol a lelkük mélyén, valahol szunnyad. És ez a szunnyadó jó szándék különböző módszerrel felébreszthető. Tehát látnunk kell, hogy soha nem kell az egyháznak félnie az emberektől. Mert Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete mindenütt működik. Főleg pedig azért nem kell félni, mert maga Jézus is keresi azt, aki elveszett. És akkor tulajdonképpen vele tartunk, amikor embertársainkat keressük, akik elvesztek. Amen.